Az a helyzet, hogy 2 éve nem voltam nővel, Endre. Föl kéne szednem valami csajt. Mondta valamit, hogy... Javaslom, regisztráljon fel a lab.hu-ra. Az a gáz, hogy mindig fostam a vakrandiktól. Nem tudjátok, hogy hogy néz ki? Hát ez a vakrandi lényeg, hogy nem tudjuk, hogy néz ki a másik. De azért ugye szereti a metalt. Most mondtam el főnök, pont ez a lényeg ennek az egésznek, hogy majd itt találkoznak és megismerik egymást. Szóval legyen türelemmel. Szia, Józsi vagyok, és hát úgy megdugnálok, hogy ez nem lesz jó. Szóval, anyád. Szervusz, Józsi vagyok. Szeretem a metalt és műkörmös vagyok. Szeretnék rámozdulni kebleitre. Én inkább a dubstepet szeretem. Szóval végül sárga lett a falam színe, mert az a kedvenc színem, képzeld el. Bazd meg. Nem érzed jól magad, József, hívja orvos? Csak annyi, hogy leszarom. Nem igazán köt le, hogy milyen színű lett a falad, inkább térjünk rá a lényegre. Most képzeld el, ha fehér lett volna. De én megmondtam apunak, hogy ha nem sárga lesz, akkor én elköltözök otthonról. Az fasz, én elhiszem. Hallod, ez engem kurvára nem érdekel. Hát nem is kell, hogy érdekeljen, de a nők igénylik a figyelmet, vagy dobjál föl valami témát te. Nem is hülyeség. Akarsz beszélni a szexről? Képzeld, kaptam egy pöttyös böglét karácsonyra. És olyan jól néz ki, mert tele van pöttyökkel, és ilyen istenem. Kaptam mellé egy sminkkészletet. Most akkor dugunk, vagy mi lesz? A faszt érdekel ez a sok szar! Nem dugni is... akarok! Hű, baszki, kicsit le kéne hűteni magát, azt hiszem. Pedig én pónit kértem karácsonyra. És neked mit hozott a Jézuska? Ez egy vicc, bazd meg, valaki hódzjár, hogy szórakozik velem. Neked van házi állatod, Józsi? Nincs. Nos, a hölgyel valószínűleg azért nem találjátok meg a közös hangot, mert ő ismerkedni szeretne, te pedig dugni. Az ágyban nem lehet ismerkedni, bazd meg! Nehogy nem, engedd meg, hogy bemutassam a férfiasságomat a kurva életbe! Hát ez azért nem fog összejönni, mert éppen megvan a havi problémám, tudod? Nos, kedves Józsi, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván beszoptad. Ide hoztatok, bazd meg, egy menszeszest? Hé, igen. Bazd meg.